Hosszú idő után lehetett igazi nagy rendezvényt szervezni, miután a védettség olyan fokúvá vált az országban, hogy mindenre sor kerülhetett. A biztonság azért mindenek előtt fontos volt. Hosszú idő utáni első rendezvényünk itt is, és hát a környéken is. És igyekeztünk olyan módon megkeresni a tolnaiakat, hogy kilátogassanak erre a rendezvényre, még úgy is, hogy a kapuba elkértük a védettségi igazolványt. A programsorozat első elemeként Orbán László, a fiatal tolnai festő mutatkozott be a nagy érdemű előtt, akinek alkotásait a természet és a város inspirálja. Igazi kuriózumot tekinthettek meg a látogatók, mely a városban működő egészségügyi és szociális intézmények munkatársainak összefogásával készül. Az örömtánc ötletgazdája Barna Györgyi a városvezető házi orvosa volt. Ez a válsághelyzet arra tanított meg bennünket, hogy össze kell fognunk, együtt kell a terheket cipelnünk. Székely Janikó, a Tolnai Gondozási Központ intézményvezetője azt mondta, hogy kicsit ki tudtak szakadni a mindennapokból, és valóban közösségformáló ereje volt a gyakorlásnak. Kicsit kiszakadni a mindennapokból. Nagyon jó közösségformáló ereje volt ennek a gyakorlásnak, az összejövésnek. Mindannyian élveztük, hogy végre együtt lehettünk újra egy kicsit. A több mint 30 résztvevővel elkészült flashmobot a résztvevők izgalommal teli örömmel mutatták meg, amit a nézősereg lelkes ovációval jutalmazott.